A választások után szinte azonnal elindította a jogállamisági eljárást az Európai Bizottság. A Fidesz szerint Brüsszel folytatja az ideológiai dzsihádot Magyarország ellen, ahelyett, hogy elfogadná az emberek akaratát. Azánkat május 30-án hallgatják majd meg ismét a hetes cég szerinti eljárásban. Balázs. Köszönjük szépen, itt van velünk az internet segítségével Fritz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója. Tiszteletem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az is azt bizonyíthatja, hogy itt politikai jellegű vagy ideológiai jellegű ügyről van szó, hogy az Európai Bizottság ezt az eljárást egy-két nappal a választások után indította el. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon feltűnő. Tehát nagyon nagy a sietség, úgy tűnik. Két nappal a választások után elindították a úgynevezett kondicionalitási eljárást. tulajdonképpen, tehát a költségvetéssel kapcsolatos jogállamisági feltételek eljárását, és három napra a választásokra pedig a hetes cikkei szerinti eljárást. Ez mindenképpen látszik, hogy egy tudatos törekvés az Európai Unió intézményei részéről, és hát itt ugye sok mindent mondtak az Európai Bizottság vezetői, hogy a választási kampány időszakában ugye azért nem akarták elindítani a választás, a, ezeket az eljárásokat, mert hogy akkor befolyásolták volna a választások alakulását. Én azonban itt hagyj legyek egy kicsit cinikus, ha megengedi szerkesztő úr, hogy megítélésem szerint igazából azért nem indíthatták el ezeket az eljárásokat, mert bizakodtak abba, hogy fordulat történik Magyarországon politikailag, és amennyiben a fordulat megtörténik, és ők korábban elindítják az eljárásokat, akkor elég egészen furcsa helyzetbe kerültek volna, mert igen rövid időn belül abba kellett volna hagyni ezeket az eljárásokat. Mivel Bocsánat. egy olyan kormány. Bocsánat, hogy közbevágok itt, de ez fontos kérdés, hogy akkor ezek szerint csak akkor kellett volna figyelembe venni a választás végeredményét, hogyha nem a jelenlegi pártszövetség győz, hanem a baloldali ellenzék. Tehát úgy is föltetném a kérdést, hogy figyelembe kell-e alapvetően vennie egy ilyen döntés kapcsán az Európai Bizottságnak vagy az Európai Unió vezetésének a magyar választás végeredményét. Ilyen értelemben szerintem ennek egy eljárás rendje van, és igazából nem feltétlenül kell figyelembe venni azt, hogy, hogy éppenséggel Magyarországon választási kampány van, de itt kilóg a lóláb, hogy mindenképpen vártak erre a választási eredményre, és egy, attól tették függővé, hogy majd mi történik. Ugye nagyon bíztak abba természetesen, hogyha a baloldali kormány kerül hatalomra, akkor nagyon rövid időn belül a baloldali kormány megfelelő lépéseket fog tenni, meg fog felelni azoknak az elvárásoknak, amit a bizottság, illetve a parlament diktál. És akkor egy egészen más helyzet alakul ki. Viszont mivel a, a tervek ilyen értelemben nem teljesültek a részükről, maradt az Orbán kormány méghozzá nagyon magas társadalmi felhatalmazással, még nagyobb, mint eddig, ugye 2010 óta a legerősebb társadalmi felhatalmazással. Ezek után ö, sietősen nekiláttak a magyar kormányjal szembeni eljárásoknak. Tulajdonképpen úgy fogalmazhatnánk egyébként, hogy Belpolitikailag igazából olyan markáns és meggyőző fölénybe került a Nemzeti Keresztény Kormány, és annyira jelentéktelenné vált jelen pillanatban a baloldali ellenzék, hogy belpolitikailag már nagyon nehéz ugye, az Orbán kormányal mit kezdeni, úgyhogy külpolitikai, nemzetközi oldalról veszik át, mint egy a szerepét az ellenzéknek, a belpolitikai ellenzéknek, a parlamenti ellenzéknek, amelyik hát láthatóan napról napra kezd darabjaira hullni, Tehát egyfajta szerepátvétel zajlik. Lehet, hogy egy kicsit cinikus vagyok, de mégiscsak ezt látom ebben a nagyon gyors fellépésben a bizottság, illetve a parlament részéről. Ön szerint mit telt a magyar kormány azért, hogy ne vonjanak el tőlünk Európai Uniós forrásokat ezekre az eljárásokra hivatkozva? Azt is kérdezhetném, hogy mekkora a mozgástere Orbán Viktor miniszterelnöknek azért, hogy ezzel ellen tenni tudjon? Hát szerintem megvannak a mozgásterek, hiszen a, ugye ez a kondicionalitási eljárás, ami a költségvetéssel kapcsolatos, itt egy levél született eddig, az Európai Bizottság elküldött egy levelet amire a magyar kormánynak egy hónapokban belül kell válaszolnia, és megítélésem szerint, mivel nem, ugyan nem tudjuk, hogy mi van ebben a levélben, de azt lehet mondani, hogy a magyar kormánynak megvannak azok a lehetőségei, hogy erre egy markáns választ adjon, mert ugye ezek a jogállami, tehát ebben az eljárásban, ebben a kondicionalitási eljárásban nagyon konkrét kifogásokat kell emelnie a bizottságnak, hogy hol érhető tetten, a pénzek ö, ugye hát illegitim felhasználása, vagy azok, az vagy azok a módok hol érhetők tetten, tehát itt általánosságban nem beszélhet a bizottság. Ha viszont konkrétumokat kell mondania, és azt kell mondania, akkor ezekre konkrétan tud válaszolni az Orbán kormány. Tehát egytől egyig meg lehet válaszolni ezeket a kérdéseket, amik valószínűleg például az igazságszolgáltatás, egyes bírói eh, hivatalokkal kapcsolatos kérdésekre fognak szorítkozni, eh, vagy ki tudja mire, de ezekre konkrét válaszokat lehet adni. A másik eljárás, tehát a hetes cikkei szerinti, amit most ugye a Európai Parlament dobott fel, és amit az Európai Tanácsban kell majd folytatni, az egy más jellegű dolog, mert ott általános kritikákat lehet megfogalmazni, és nem pusztán a jogállamisággal kapcsolatban egyébként, hanem a hetes cikkeinél a demokrácia, az emberi jogok és kisebbségi jogok, tehát ott egy ilyen általános kritikát lehet alkalmazni. Ez ugye 2018-ban a Sargentini jelentéssel indult. Na itt ugye ezek az általános kritikák, amennyire általánosak ugyanúgy nagyon nehezen megválaszolhatók, illetve csak általánosan lehet őket visszautasítani, hogy Magyarországon érvényesül a demokrácia és a jogállamiság. Tehát két eltérő eljárás ez. Szerintem a bizottság most indított kondicionalitási eljárásával kapcsolatban konkrét válaszokat fogunk tudni adni, és ezzel ezt a folyamatot nemhogy lelassítjuk, hanem akár le is állíthatjuk. A másik dolognál, tehát a hetes cikkeinél egy partalan vita várható, mert ugye ezeken a szinteken mozogva, hogy a Európai Unió azt állítja, hogy nálunk nincs demokrácia, mi viszont a, például a mostani szabad választásunkkal, amelyet ugyebár az EBESZ, az a, egyébként a magyar kormányal nem szimpatizáló EBESZ küldöttség is legitimnek fogadott el, tehát nagyon nehéz lenne az bizonyítani, hogy Magyarországon nem működik a demokrácia, amikor például szabad választások vannak. Egy percünk maradt. Lesznek-e szövetségesei ebben a csatában, vagy ezekben a csatákban a magyar kormánynak, vagy ezt egyedül kell megvívnunk. ezem ezt azért, mert például az uniós források visszatartása kapcsán van egy olyan szempont is, hogy itt ugye nem csak a magyar emberek érdeke sérülhet anyagi szempontból, hanem itt vannak a külföldi befektetők is. Volt olyan ellenzéki képviselő, például Ungár Péter ellenpés képviselő, aki a minap azt nyilatkozta, hogy nem gondolná, hogy a német kormány hagyni fogja, hogy Magyarországtól forrásokat vegyenek el, hiszen nagyon sok befektető van nagyon sok cég van Magyarországon, amely német. Meggyőződésem szerint ezek nagyon, a gazdasági szempontok nagyon fontosak. Eddig is számíthattunk egyébként a, a német cégekre. A gazdasági kapcsolatok bizony időnként felülírják azokat az ideológiai támadásokat, amelyek Magyarországot érik. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy vannak itt szövetségeseink e tekintetben. Azt még gyorsan hagyd tegyem hozzá, hogy ez a kondicionalitási eljárásnál a döntés, ami az Európai, európai Tanácsban születik meg, ugye nem a bizottság dönt erről a végén, ott nem kell abszolút többség, tehát ott elég egy 55%-os szavazati arány, 55%-os fölötti szavazati arány, hogy határozatot hozzanak Magyarországgal szemben. Tehát itt ilyen szempontból nehezebb helyzetben vagyunk. A hetes cikkeinél viszont a konszenzusos döntésre van szükség, tehát a hetes cikkei kivédése az sokkal könnyebb, mert ha például Lengyelország mellénk áll, akkor a hetes cikkeljel nem tudnak mit kezdeni. Itt ennél a kondicionalitási kérdés, de viszont valóban gazdasági érdekek, európai cégek gazdasági érdekei segíthettek nekünk, de hát bízhatunk abban is azért, hogy a régi szövetségeseink, a v a közép-európai országok azért nem fognak odaállni ezek mellé a Döntések mellé, főleg azért, mert ez őket is sújthatja a továbbiakban. Kíváncsian várjuk akkor a fejleményeket. Fritz Tamás, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.